catcallingnál az a nehéz, és ezért gondolom azt, hogy így nagyon ismeretlenül ez nem is nagyon tud tényleges bók lenni, hogy mivel nem ismeri egymást a két fél, egyáltalán nem tudjuk, hogy a másiknak mi a szándéka, mert nincs egy közös tudásunk arról, hogy ő ezt megteheti, és ezáltal hát ez egy veszélyes helyzetként érzékelhető nagyon sok ember számára. És mivel a catcalling általában a külsőre vonatkozik, ezért végül is tényleg csak egy nagyon egysíkú bókról beszélhetünk, ha mondjuk bóknak nevezzük. Én azt gondolom, hogy ha az emberek nagyon ismeretlenül szeretnének bókolni, akkor már egy olyan kapcsolódás, ami egy másik síkot mutat meg, mondjuk valaki olvas egy könyvet a buszon, és te is olvastad azt a könyvet, akkor az egy sokkal szimpatikusabb dolog tud lenni, hogyha mondjuk egy ilyennel megyünk oda a másikhoz, mint hogyha csak a külsejére vonatkozó megjegyzést tennénk. Én arra még személyesen sose voltam dühös, hogy valaki udvariasan odajött hozzám, és azt mondta, hogy nagyon szimpatikus, hogy szívesen egynek valahova. Legfeljebb vissza lesz elutasítva, de hogy ameddig ezt nem viseli rosszul egy ember, addig szerintem tök oké valakinek udvariasan azt mondani, hogy szimpatikus, neked tetszik neked, csak tényleg így úgy kell megközelíteni szerintem ezt az embert, hogy éreztessük vele, hogy nincsen neki kötelesség ebben a szituációban, hogy tud nemet mondani, hogy ez nincsenek feltétlenül köbölési szándékaink mögött, és hogyha ezek nem történnek meg, akkor mondjuk agresszív leszünk a másik fél. Egyébként ez jó dolog, meg ahogy mondjátok, nekem ez csak az egy problémám, hogy például van egy srác, aki több kedvesen, több udvariasan akar oda menni bókolni egy hölgynek, de egy hölgynek mondjuk pont nem szimpatikus, és durván veszi le, és egyből zaklatásnak nevezi. Az a baj, hogy nincs meg az a határ, amit akár a nők is ugye a sok bántás után pozitívként vesznek, mert lehet, hogy egy olyan úriember megy oda hozzá, akik neki pont nem szimpatikus, mert nem tetszik a pólója, mert nem tudom, szőke helyett barna hajú, és egyből ilyen lekezelő stílusba veszi le,